estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, nagykunsági krónika, közéleti magazin műsorunkat látják, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik, mai vendégünk Ferenczi Elekné, akivel a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesületének kirándulásáról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Ferenczi Elekné Rózsika néni, a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesületének az elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, Rózsika néni, örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm én is a Karcag Televízió nézőit, és köszönöm a lehetőséget. Rózsika nénit azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, mert egy egészen hosszú 4 napos kiránduláson vannak túl a Nyugdíjas Barátok Egyesületével. Erről fogunk a mai interjúm során beszélgetni, erről a 4 napról, ám egy picit előtte beszéljünk magáról az egyesületről. Hogyan alakultak, mikor alakultak, mit kell tudnunk az egyesületről, Rózsika néni? Hát egyesületünk a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesülete néven 2010. szeptemberében alakult, akkor 50 fővel alakultunk, ma már 96 fő az egyesület tagvétszáma. Honnan jött az ötlet, hogy megalakítsák ezt az egyesületet? Hát ez az 50 fős baráti társaság ötletéből jött. Jó nagy baráti társaság. Igen, elmegyünk együtt kirándulni, rendezünk különböző összejöveteleket, beszélgetünk, ebből a célból alakult. Tehát idős nyugdíjasokból áll, és így próbáltunk összefogni. És miért hozták létre az egyesületet? Ugye, ha egy baráti társaság volt, ezzel lehetőségeket teremtettek maguknak? Igen, lehetőséget teremtettünk különböző pályázati lehetőségekre, illetve az adó 1%-ának a felhasználására. Hogyan működik ez az egyesület? Hogyan telik el egy adott év az egyesület életében? Hát egy adott év különböző összejövetelek vannak nálunk, amit az SMKFT-ben szoktunk tartani, mivel ott megfőznek nekünk, ott megférünk zenés összejöveteleket. Évelején ugye megtartjuk a mérlegbeszámolót, el kell fogadtatni, azután kirándulni szoktunk menni. Ezen kívül Budapesten az Operett Színházba tavaly is voltunk, már ebben az évben is voltunk különböző operetteket megnézni. Hát nagyon nehéz oda is bejutni, hónapokkal előtte le kell foglalni a jegyet, és egy busszal, tehát 50 fővel voltunk. Most is április 30-án a Csárdás királynőt néztük meg, tavaly novemberben a Mágnás Miskát, és van rá igény, már kérték, hogy ebben az évben is, ha lesz olyan darab, amit még nem láttunk, menjünk és nézzük meg. Kirándulást szervezünk, most volt egy 4 napos, még ebben az évben lesz egy 1 napos kirándulás, szabadban való főzés lesz augusztusban a Morgó csárdában. Ott szoktunk szintén zenével, sátorba, szabadba főzünk. Így töltjük a nyugdíjas éveket, illetve évvégén szilveszteri mulatságot szoktunk tartani. Hogy szokott ez működni, hogy évelején, amikor ugye azt tetszett mondani, hogy megtartják a beszámolót, a mérlegbeszámolót, elfogadják, elfogadja ezt a közgyűlés, gondolom, igen, így nevezik.
akkor megbeszélik, hogy milyen programok legyenek az adott évben, tehát ugye van egy terv egy évre, vagy ami így jön adhok jelleggel évközben? Van tervünk, tehát összeállítjuk minden év elején a tárgyévi programot, ezt a taggyűléssel megszavaztatjuk, megbeszéljük, természetesen megkérdezzük, hogy kinek milyen igénye van, és ugye a lehetőség határain belül, mert azért az anyagi dolgok azok korlátozva vannak nálunk is, mint mindenhol. Egyesületen belül melyek a legkedveltebb elfoglaltságok, mit szeretnek a legjobban? Hát szeretik a zenés összejöveteleket, szeretnek táncolni, mulatni a tagjaink, illetve kirándulni is szeretnek. Na akkor beszéljünk most erről a 4 napos kirándulásról. Hogyan szervezték meg, egy picit az előzményekről beszéljünk, esetleg volt-e lehetőségük pályázni erre a 4 napos kirándulásra, vagy ez önerőből valósult meg, hányan voltak? Hát az egyesületünk minden évben figyeli a pályázati lehetőségeket, így most is az Emberi Erőforrások Minisztériumából 250 000 forintot sikerült pályázaton elnyernünk működésre. Tehát ebben ugye maga az egyesület működésére elő volt írva, tehát csak arra lehet felhasználni, amire kaptuk, így a buszköltség, tehát utazási költségre is tudtunk szerezni egy kis pénzt, ebből támogattuk is az egyesület tagjait, hát nem túl nagy összeggel, de 45 fő társaság volt, és ugye néhány 1000 forint támogatás is már nagyon jó. Tehát ebből azon kívül az önkormányzatnál is szoktunk pályázni, az önkormányzattól is nyertünk kisebb összeget, de minden kis összegnek örülünk. A kirándulás különböző utazási irodáktól kértünk ajánlatokat, és az Euromiskolc Travel utazási irodának volt a legkedvezőbb az ajánlata. Tavaly is velük voltunk, ők náluk van kimondottan ilyen szépkorúak centruma, és szerveznek nyugdíjasoknak programokat. Ebből választottuk ki ezt a mostani 4 napos kirándulást. Ez Dél-Lengyelországba mentünk, ami a UNESCO világörökség részeit néztük meg, illetve tutajozás volt a Duna-Jecen. Mikor volt ez a kirándulás, honnan indultak, tehát egy picit így javasson be bennünket a részletekbe. Ez a kirándulás május 26-tól 29-ig volt, Karcagról indultunk hajnal 5 órakor, a Dériné Művelődési Központ parkolójában volt a gyülekező. Onnan indultunk, és azután Szlovákián keresztül vezetett az út. Először Auschwitzban voltunk, a ma már múzeumként működő volt koncentrációs tábor. Tehát bocsánat, ahogy innen elindultak, és megérkeztek Lengyelországba, igen, akkor rögtön oda mentek. Ott kezdtünk, uh-huh, igen. Időpont. Tehát gyakorlatilag a legmegrázóbb kirándulással kezdtük. Igen, azzal kezdtük, illetve hónapokkal előtte be kell jelentkezni. Tehát mi ezt a kirándulást már szerveztük február 2. hetében, és csak úgy lehet időpontot kapni, mivel nagyon nagy az idegenforgalom, már most is nagyon sok csoport volt. Mit tapasztaltak ott, milyen volt a hangulat? Önöket ez hogyan érintette, vagy ön például volt-e már ott, vagy első alkalommal voltak? Én még nem voltam, de tudtuk, hogy milyen helyre megyünk, tehát ezzel kezdtük. Hát ugye elég megrázó volt, de volt olyan lehetőség, hogyha valaki nem akar bejönni, de bejött mindenki, tehát megnézte. Ugye ez volt koncentrációs tábor, ma már múzeumként működik, hát hogy az épület maradványaikat, létesítményeket néztük meg, és azután átmentünk a volt náci táborba, a Auschwitz-Birkenau részre, ahol szintén az épület maradványokat megnéztük. Tehát végül is megnéztük, élmény volt, bármennyire megrázó is volt, de nagyon sokan voltak, akik nem látták ezt. Utána hova vezetett? Utána mentünk tovább, már a szállásunk Krakkóba volt 2 éjszaka, egy éjszaka pedig Zakopánéba. Hát Krakkóv az ugye a Lengyel Királyság egykori fővárosa volt, nagyon szép, megnéztük a főtéren sétáltunk, aztán megnéztük a Mária templomot, Posztócsarnokot, Jagelló Egyetemet, és ott a körgyűrűn sétáltunk a Krakkó főterén, ott volt egy kis szabad foglalkozás,
gyönyörű szökőkút, ilyen körszökőkút, van ott bevásárlóközpont bent a posztócsarnokba, szét lehetett nézni, gyönyörű idő volt, 28 fok volt, úgyhogy nagyon szép volt. Ilyen lovas konflisokkal utaztak ott az utcán, ezen kívül mentünk ezzel a dottóval, ezzel a kis vonattal is a zsidóváros negyedbe lehetett kérni, és azt is megnéztük, úgyhogy nagyon szép volt, Krakow gyönyörű város, majd utána Vavelbe mentünk a lengyel királyok hajdani várába. Ez még a második nap volt? Igen, ez is a második nap volt, és az Isten irgalmasság templomát is megnéztük, ahol a magyar kápolnát is megtekinthetjük, ez volt a második nap. Itt egész nap gyalogoltunk, tehát kellemesen elfáradtunk, amikor a szállásra értünk. Nagyon szép volt a szállás, tiszta, kényelmes, nagyon jó volt, reggeli vacsora itt volt, úgyhogy tényleg, de és az ízek is meg lehetett enni, tehát nem volt ilyen probléma, hogy esetleg olyat főznek, hogy nem fogunk tudni enni. Tehát a harmadik nap? A harmadik nap mentünk Vielicskán, egy felejthetetlen látogatást tettünk a Sóbányába, ami szintén a világörökség része. Itt ugye a bányába lifttel mentünk le is, meg fel is, mert egyébként 378 darab lépcső van, de nagyon szép, ugye a bánya alagútjai, tárnái, aknalejáratai, üregei egy olyan 200 kilométer hosszú üreget alkotnak, és egy olyan két óraosztás gyalogtúrával mentünk végig. Nagyon szép termei vannak, tartanak ott már esküvőt, összejöveteleket, tehát ez nagyon szép, ez is felkerült a világörökség listájára, és ezután délután mentünk Zakopánéba, ahol egy óriási nagy eső volt. A Gubalovka hegyre nem is tudtunk felmenni a fogaskerekűvel, mert szakadt az eső. Zakopánéb ugye Közép-Európa egyik legnagyobb piaca. Itt volt egy kis szabadfoglalkozás, ezt megnéztük, lehetett vásárolni, ugye bőrárukat, lábbeliket, edényeket, karamellákat, sajtokat, a különböző sajtokat meg lehetett kóstolni. Tehát itt volt egy kis szabadfoglalkozás, és azután ott Zakopánéb aludtunk már ilyen kis apartmanba. A harmadik éjszaka, ez volt a harmadik nap. És akkor a negyedik nap, az utolsó nap, elmentünk a Nedecvárához, ami a Magyar Királyság idejéből származó vár. Ezt megnéztük, és a kirándulás csúcsa volt a tutajozás a Dunajecen. Ugye ez a Dunajec folyó kialakította magának ezt a kanyont, és régen a fából készült tutajokon farönköket szállítottak, ma már ez turista látványosságként szolgál. A tutajokat darabokból rakják össze, a fából készült tutajokat. 14 fő ülhet be egy tutajba, de az sem mindegy, hogy hogy ül, tehát a tutajosok úgy szétosztották, hogy arányos legyen, és elől is, hátul is egy-egy tutajos, és 10 kilométer hosszan, két óra hosszán keresztül mentünk, a sziklák közt, a kanyonok közt, a levegő, a fák, tehát ez gyönyörű volt. Akkor gondolom fotóztak is. Fotóztunk, megpihentünk, sőt, útközben már fotóznak ott a fotósok, és amikor a végén értünk, ott volt a fotó, meg lehetett venni. És ott, amikor végigértünk, ott megint szétszették a tutajokat, teherautóval visszaszállították az indulási helyről, megint összerakták, és ment a következő csoport. Tehát itt már mindenhova be kell jelentkezni, mindenhol fülhallgatót kapunk, tehát mindenki hallja az idegenvezetőnek, tehát nincs olyan, hogy én most nem hallom, mert távolabb megyek. Tehát nagyon szép volt, nagyon kellemes élményekkel, jól elfáradva. Ezután, a program után már indultak haza? Igen, indultunk haza, az idegenvezető leszállt Miskolcon, és akkor utána jöttünk, olyan 9 óra körül érkeztünk meg, szintén ide Karcagra. Hány órás volt a buszút? Hát Zakopánéból már közelebb volt hazafele. Hát azért hosszú volt, így nem tudom megmondani, mert közben ugye meg kellett állni, ugye csak van egy kis mosdószünet, és többször megálltunk ahhoz, ugye két gépkocsi vezető volt, de attól függetlenül ugye csak meg kellett állni, ugye idős emberek, csak menni kell mosdóba, egy kicsit mozogni, azért ilyen hosszú úton, de nagyon jó volt, mindenki nagyon jó. Azóta megbeszélték már az élményeket?
Igen, találkoztunk, igen, már most mindenki kipihente magát, és hát ugye szép élményekre emlékezik vissza, sőt, aki volt, aki már mondta, hogy megyünk jövőre is. Mi volt a legmeghatározóbb, mit beszéltek meg, vagy jutottak-e ilyen közös megállapodásra, hogy ez volt a legjobb, a csúcspontja, hát ugye a mondta Dunajec, a tutajozás. Igen, a tutajozás a Dunajecen, ott ugye már megpihentünk, a többi is szép volt, de csak elfáradtunk, azért egész nap gyalogoltunk abban a melegben, sok szép mindent láttunk, itt már mindenki megnyugodott, leült, és gyönyörködtünk a szép tájban, jó levegőbe, nagyon szép volt, nagyon. Következő tervek, ugye mondta, hogy még lesz egy szabadtéri főzésük az igen, idén. Igen, lesz a Morgócsárdában, lesz augusztusban egy szabadtéri főzés, és még tervezünk egy egynapos kirándulást, mivel van olyan tagunk, aki nem tud eljönni csak egy napra, tehát hosszabb időre, vagy az egészségi állapota, vagy más egyéb okok miatt. Az pedig október 8-án lesz a Nagyvárad Körös-Feketetói Vásár csúcsa. Most Körös-Feketetói Vásár ilyenkor van, azért kell akkor mennünk, mi akartuk hamarabb szeptemberben, de júniusban van a vásár és október 8-án. Hát itt is szét lehet nézni, mint a magyar ecseri, azt mondják, hogy olyan, tehát ilyen egynapos kirándulást ide szervezünk októberbe, és aztán szeptember-október idősek napja, ez már megint zenés rendezvény lesz, az SNKRT-be szoktunk ezeket megtartani. Gondolom, ilyen akkor már ötletelnek, hogy esetleg a távolabbi jövőbe, akár jövőre is, hova szerveznének még ilyen többnapos kirándulást? Vannak-e már ötletek, elképzelések? Hát én kértem, hogy várjuk az ötleteket, és akkor majd úgy állítjuk össze. Hát ugye az anyagi része sem mindegy, mert árban is. Tehát most is néztünk volna távolabbi utakat, tartalmasabb utakat, de hát azért dupla áron. Tehát a nyugdíjasoknak azért be vannak határolva az anyagi keretei, és hát olyan helyre próbálunk menni, mert azért minimum 40 fő alatt lényegesen megemelkedik az ár, és hát igyekszünk úgy összeszedni, hogy jó legyen. Tehát vannak elképzelések, hogy aztán ebből mi valósul, meg az majd a jövő zenéje. Minden esetre szép élményekkel gazdagodtak. Igen. Azt mondta Rózsika néni az előbb, hogy szerettek volna esetleg tartalmasabb. Ez nagyon tartalmas nagyon, volt, amit eltetszett igen, nagyon tartalmasan nekünk. Úgy állított össze az utazási iroda, mert ugye idegenvezetővel, mert a nyelvet azért ugye nem tudjuk, és nagyon kell kint, hogy ő segít mindenhol, időpontot megkért az utazási iroda, tehát mindenhova időpontra mentünk, onnan nem lehet késni, mert ugye a különböző csoportok ott állnak sorba. Úgyhogy harmadik nap, amikor mentünk a sóbányába, ott nagyon korán reggeliztünk, már 6 órakor indulni kellett, hogy az időpontra odaérjünk, mert utána nem tudnak fogadni bennünket. És a magyar idegenvezetők olyan nagy szeretettel fogadtak bennünket ott, a Auschwitzban is, meg a sóbányában is, mindenhol, úgyhogy úgy öröm volt velük találkozni. Rózsika néni, köszönjük szépen, hogy eltetszett jönni hozzánk, és az élményeket megosztotta a kedves televíziónézőkkel. További sikeres rendezvényeket kívánunk a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesületének. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer. Kedves nézőink, mára megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, Zakariás Istvánnal beszélgettünk, hiszen ő mondta a trianoni megemlékezést. Azt gondolom, hogy aki végig hallgatta a beszédét, picit beleképzelte magát azokba a 96 évvel ezelőtt történtekbe, de önök ezt hogyan élik meg? Hát én úgy gondolom, hogy elsősorban nem szabad felejteni. Nem szabad elfelejteni ezt a dolgot, a Trianont, azután következő időszakot, mert mai napig megérjük ennek a következményeit. Tehát egyrészt a Benes dekrétumoknak a kérdése, annak az érvényessége, nem érvényességének a kérdése, amin jó politikusok elvitatkoznak.
De hát amire én építettem ezt az emlékező beszédet, az tulajdonképpen egy példa volt, egy példa a sok közül, hogy mesteremberek milyen módon veszítették el területeiket, milyen módon veszítették el tulajdonképpen az élet lehetőségüket, mert hát ugye megszakadtak valamilyen kötődések. Tudjuk azt, hogy Miskolc környékének Kassa volt egy olyan fontos központja, ahol hát az élet az folyt, megszakadtak az összefüggések, megszakadtak az összekötetések, megszakadtak a kapcsolatok, megszakadtak a lehetőségek. És én úgy gondolom, hogy mai napig ennek a következményeit éljük. Tehát az, hogy Észak-Kelet Magyarország vagy Dél-Kelet Szlovákia hasonló helyzetben van. A szegénység, tulajdonképpen mind a két országnak ez a szegényebb része, ez mindennek a következménye. Tehát egy felépült, egy meglévő kapcsolatokra épülő élet szakadt meg. És hát úgy érzem, hogy ez még így van. Most már nem az a megoldás, ugye, mert hát beszélgetünk, vagy hát sokan vádolnak minket, hogy mi vissza akarjuk állítani a monarchiát, meg vissza akarjuk állítani a régi rendet. Nem, szerintem Európának erre van megoldása. Ezeket kéne kihasználni, és szembenézni a történelemmel. Tehát megnézni azt, hogy mi történt, tanítani a gyerekekkel azt, hogy mi történt, emlékezzenek arra, tudják azt, hogy valamikor itt komoly élet volt, komoly együttműködés volt, az, hogy közös a történelmünk, az, hogy arra a történelemre, amiről magyar oldalról és szlovák oldalról lehet, hogy más a rálátás, de ez a történelem közös volt. Erre a történelemre mind a kettőnknek büszkének kéne lennünk, és akkor lehet, hogy fel lehet építeni egy újra együttműködő viszonyokat, újra együttműködő területet. Mennyire tud arról, hogy Szepsiben lesz emlékezés? Lesz persze Szepsiben, és Felvidéknek sok városában lesz megemlékezés. Szepsiben a vasárnap délután lesz hagyományosan, akkor szokott lenni megemlékezés. Megvan a helye is, minden évben ugyanazon a helyen történik a megemlékezés. Ezt az MKP ifjúsági csoportja szokta biztosítani, ő szervezi, és jó, hogy a fiatalok foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ugye a történelem tanítása a 45-től 90-ig terjedő időszakban nem nagyon foglalkozott ezzel a témával. Tehát nagyon sok embernek ez a téma nem jelent semmit. És teljesen logikus és jó, hogyha a fiatalok foglalkoznak ezzel a témával. Újra felidézik azokat, mindazt, amit elmondtam az előbb, hogy tehát itt valami elveszett, és valamit újra kell építeni. Úgyhogy én örülök annak, hogy fiatalok vállalták fel ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy Szlovákiában általában az a történelem tanítás, ami eddig folyt, ami a fiataloktól nagyon sok mindent elvett, és dezorientálta a fiatalokat. A legutóbbi parlamenti választások Szlovákiában úgy gondolom, hogy ennek a következménye is, hogy tehát olyan pártok kerültek be a parlamentbe, amik valójában politikát nem tudnak képviselni, hanem csak oda kerültek valahogy. Ez annak a hiánya, hogy a történelmet nem tudják rendesen megtanítani a fiatalokkal, és fiatalok választották ezeket a pártokat, aminek nincsen politológiai értelme tulajdonképpen. Na most ezért jó, hogyha a fiatalok foglalkoznak ezzel a témával, és a fiatalok viszik tovább ezt a fákját. Akkor van esély arra, hogy a mai generáció is pontosan értesül a 96 évvel ezelőtti történtekről. Köszönjük szépen, hogy együtt emlékezhettünk itt Karcagon. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Tisztelt jelenlévők, nagy tisztelettel köszöntöm a Jászlókszónak megyei katasztrófavédelmi, karcagi kirendeltségének katasztrófavédelmi megjelent szakembereit a mai megbeszélésünk alkalmából. Úgy gondolom, hogy megfelelő bölcsességre átgondolt rendszernek a részeként van a mai találkozó, megbeszélés, szakmai program. Ez azt jelenti, hogy megfelelő odafigyelés kíván a részvevőtől, úgy a szakemberek részéről, másrészt a gazdálkodók részéről.
Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk egy konferencián, hiszen hamarosan kezdődik az aratás, betakarítás. Ezzel kapcsolatban szerzett a katasztrófa védelmi kirendeltség, és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tűzmegőrzési Bizottság egy konferenciát a gazdálkodóknak. Huba Imrével beszélgetünk erről. Miért fontos, hogy ilyenkor fölkészítsék a gazdákat a veszélyekre, amelyek ilyenkor előfordulhatnak a határban? Hát a tűzmegelőzés az mindig legfontosabb tevékenységünk közé tartozik, hiszen olyan nagy értékű eszközökkel dolgozunk, gépekkel, nyilván az emberi életet is figyelembe véve, több 10 millió forint értékű eszközök. Így, hogyha megfelelő megelőzés van, akkor minden aratást be tudunk fejezni annélkül, hogy különösebb problémát okozna akár a tűz- vagy balesetvédelmi szempontból a környezeti hatás. A tűzmegelőzés az egy rendkívül fontos feladat, évtizedek óta gyakorlat egyébként, hogy a tűzoltóság gondozza ezt a problémakört, és hát mi gazdálkodók igyekszünk mindig úgy hozzáállni ez a dologhoz, hogy megfelelőképpen kapcsolatteremtés szempontjából, problémák megoldása szempontjából, illetve a valóságos tűzmegelőzés szempontjából tudunk megfelelőképpen felkészülni a betakarítás, a betakarítás utáni munkákra. A betakarítás nyilván a kombányokra vonatkozik, de a szalma betakarítás az egy-két fokkal veszélyesebb, hiszen nagyon éghető anyagokról van szó. Másrészt a hőmérséklet a környezeti hatások olyanok, ami mindenképpen azt indokolja, hogy megfelelő felkészültséggel legyünk, és ne legyenek katasztrófák a környezetünkbe. És hát azt gondolom, hogy az is fontos, hogy olyankor ne essen senki pánikba, bár azért az utóbbi időszakban nem volt jellemző, hogy kombány égett, vagy bármilyen nagyobb katasztrófa lett volna a betakarítás idején itt a karcagi határban. Hát én megyei szinten kezdeném, tehát Jász-Nagykun-Szolnok megye a tűzmegelőzés szempontjából magasan az élvonalban van, és azt hiszem a legeredményesebben a megyei tűzoltóság. Ezen belül nyilván Karcag város közigazgatási területén gazdálkodó gazdatársaim is részesei ennek, illetve az itteni tűzoltóság. Megfelelő szakmai színvonalon gondoskodnak arról, hogy ha bármilyen helyzet adódik, akkor egyrészt az elérhetőségük meglegyen, pontosan ismerjék a határnak azokat a területeit, ahol a munkafolyamatok zajlanak, és így a kivonulás minél hamarabb megtörténik, ha esetleg mégis olyan probléma adódik. Itt is csak azt hangsúlyoznám, hogy a megelőzés nagyon fontos, de ha már bekövetkezik a probléma, illetve a kár, akkor a kár enyhítése a legfontosabb feladat, illetve hogy további károk ne keletkezzenek. Hogyan látja, mennyire vannak a gazdák felkészülve, hiszen azért egy szűk hónap múlva elkezdődik az aratás? Hát most a jelenlegi helyzetben azt mondhatom, hogy nem kell egy hónap az aratás megkezdésének. A utóbbi napok határszemléje az őszi árpának a gyors érését jelzi. Tehát ez azt jelenti, hogy 8-10 napon belül megkezdődik az őszi árpa aratása, majd később az egyéb takarmányok, illetve az őszi gabonának a betakarítása következik be. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodóknak megfelelő szemlével fel kell készülni arra, hogy a megelőzés részeként, hogy további problémákat ne okozzon. Másrészt a magántulajdonban lévő eszközállomány azért nagyobb odafigyelést jelent. Másrészt a gazdálkodók szakmai felkészültsége évről évre javul, és hát ezek az együttes hatások kapcsán elvárható az, meg gondolom, hogy jelenleg is ez fog bekövetkezni, hogy nem lesz váratlan esemény a tűz, illetve a tűzokosság. Nagyon fontos az, hogy a szikrától mentjük meg a különböző szorulások, csapágyaknak a begyulladása, öngyulladása következtében, hogy az éghetőanyag a gabona, illetve a szalmája, széna esetében úgy szintén. Tehát körültekintően több szempontot figyelembe véve kell az aratást végrehajtani. Akkor én azt kívánom, hogy ismét eseménymentes legyen, tűzeseménymentes legyen az idei aratás. Köszönjük szépen, mi is azt szeretnénk elérni, illetve hát a mai rendezvény is ezt a cél szolgálja, bízva abba, hogy a televízió kapcsán a gazdálkodók egyre szélesebb körben kapnak információt a mai tanácskozásról is. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Évei Kálmán kirendeltségvezetővel arról beszélgetünk, hogy a katasztrófavédelem milyen előadásokat tart a gazdáknak, és miért fontos, hogy felkészüljenek időben az aratásra. A mezőgazdaság mindig kiemelt volt a tűzvédelem számára, és mindig külön tervekkel rendelkeztünk a mezőgazdaság tűzvédelmével kapcsolatban, és nem csak tervekkel, hanem tettekkel, és
két ágú. Az egyik a megelőzés, a másik pedig a mentés. Tehát ha megtudjuk, akkor igenis meg kell előznünk minden mezőgazdasági tüzet, de ha ennek ellenére tűz keletkezik, hisz műszakéba sok minden előfordult a mezőgazdaságban, akkor viszont a mentés fontossága nagyon lényeges. A tekintetben is, hogy a gazdák mit tehetnek, mit kell tenniük, és a tekintetben, hogy a tűzoltóknak milyen feladatuk, milyen beavatkozási lehetőségük van ilyenkor. Azt gondolom, hogy itt aki szeretne kérdezni, a szakemberektől tud, viszont egy picit több mindenről is szó van, hiszen a fuvarozással kapcsolatos újabb információkat is megosztják, tehát azért minden évben vannak jogszabályváltozások, amelyeket be kell tartani a gazdálkodóknak. Igen, hát tulajdonképpen ahogy kibővült a tűzvédelem, ahogy átalakultunk, és katasztrófavédelem, ez az integrált katasztrófavédelem létrejött, e tekintetben is integrálódtunk, tehát az iparbiztonsággal is foglalkoznunk kell, sőt, ha még kicsit tágabban értelmezzük lakosságvédelmi szempontból, akkor a polgári védelem is szóhoz juthat e tekintetben. Ugye az üzemanyagot szállítanak, üzemanyagot kell szállítani a gazdáknak ahhoz, hogy ellássák az aratásban résztvevő gépeket üzemanyaggal. Ez már egy veszélyes szállítmány, és itt az iparbiztonság is valóban szóba jön. Tehát minden szegmensét igyekszünk most már átfogni ennek. Mondjuk el azt nyugodtan, hogy eredményesen, és az eredmény az nem csak a miénk, hanem a gazdáké és a gazdálkodóké, akik megfogadják a tanácsainkat, megértik a követelményeket, eleget tesznek az elvárásoknak, és így a közös erőfeszítés eredményeképpen nincs jelentős mezőgazdasági tűz évek óta. Úgy tudom, hogy a gépeket helyszínen is szokták ellenőrizni, tehát adatás előtt van egy gépszemle is minden gazdálkodónál. Igen, bár nyilván nem vagyunk egyformák, van, aki talán túlzásnak tartja, talán zaklatásnak tartja, de csak nagyon rövid időre tartjuk fel a gépeket a tarlón, tehát amikor munkában vannak, viszont ott is ellenőriznünk kell, hogy folyamatosan betartják-e a szabályokat, és itt már nem annyira a gazdák, a gazdálkodók, hanem a dolgozók, hogy van-e tűzoltókészülék, megvan-e az, aminek meg kell lennie, használható állapotban van-e tartva. Nem nagy dolgok, ezek apró dolgok, viszont ezekkel megfogható egy tűz még csírájában, viszont hogyha nem, akkor akár egy bálázógép is, hogy hordavész, az is nagy érték. De hát a mai kombányok, ezek a szuper önjáró kompjúterek, gépek, hát ezek a fantasztikus tudású szerkezetek már, viszont az áruk is fantasztikus. És ezt azért megelőzni, és ha baj van, akkor időben megfogni, hogy picike kár keletkezzen, ami gyorsan helyreállítható, és újból mehet a munkába a gép, az azért nagyon fontos. Ebbe kiemelt szerepünk van nekünk. Hát azt gondolná persze mindenki, hogy hát a gazdáknak, a gazdálkodóknak az érdeke, a dolgozóknak az érdeke, hogy legyen mivel dolgozniuk. Ez biztos, hogy így van, de én azt gondolom, hogy nem árt sosem a figyelmeztetés, nem árt sosem, hogy ott vagyunk mögöttük. Ott vagyunk, még ha egy kicsit talán ilyen zaklatott helyzetnek tűnik is, de fontos. Valamelyik évben a szárítók ellenőrzését úgy mondjam azt, hogy csak úgy csínyán végeztük, és mégis. Aztán lett néhány szárító tűz, és akkor meg nem győztük megnézni ezeket, hogy rendben van-e. Tehát csak kell mindig, hogy ott legyen egy ilyen plusz ösztöke arra, hogy rendben legyen minden. És ez a konferencia is ezt a célt is szolgálja, hogy most még időben vagyunk, használjuk ki ezt az időt, hogy most ilyen gyengébb idő is volt, amikor ugye esők voltak, úgysem lehet a földeken úgy dolgozni, és talán jobban ráér mindenki foglalkozni ezekkel a témákkal, és ezért is erre az időpontra, időszakra terveztük ezt a konferenciát. És hát aki el tud jönni és itt tud lenni, az friss információt kap, aki meg úgy érzi, hogy spiccen van, tudásba, felkészültségbe, ő meg inkább a munkájába foglalkozik, hát ez is benne van mindig egy ilyen szervezésben.
Akkor reméljük, hogy eseménymentes lesz az idei aratás is, hiszen ahogy hallottuk, a Indétől egy olyan 2 hét múlva kezdődik az árpa aratása. Igen, hát ugye járunk a határba, látjuk, hát ilyen gyönyörű nyári időben aztán nagyon gyorsan érik, még talán túl gyorsan is, és az árpa aratás az elkezdődik, aztán rögtön jön utána szerintem a búza, és hát egy kemény egy hónap, másfél hónap áll előttük, meg mielőttünk, és ha szerencséjük van, akkor nem kell szárítani, az nincs, akkor viszont még szárítani is kell, és akkor a szárítók is tényleg, és akkor így kiteljesedik a teljes vertikum. Hát akkor reméljük, hogy eseménymentes lesz. Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, úgy legyen. Köszöntöm nézőinket, Horváth György nagykünkapitány úrral beszélgettünk, hiszen a közelmúltban a Hősök és a Honvédelem napja alkalmából egy igazán rangos kitüntetést kapott, Arancscsilla kitüntetést, mint az elmúlt 2 évtizedes hagyományőrző munkájáért. Először is szeretnék gratulálni ehhez. Nagyon szépen köszönöm. Beszéljünk egy picit az elmúlt 20 évről, hiszen azért mindenki látja, hogy huszárok vannak, Nagy Konáron Huszár Bandérim is az ő nevéhez fűződik, a kunkapitány újraválasztásában is nagyon sok mindent tett, de egyáltalán hogyan indult ez a hagyományőrzés? Hát ez egész régi, úgy is mondhatnám, hogy gyerekkori álom volt, hogy egyszer egy olyan hagyományos környezetben élni, lenni, és ugye ennek a első számú következménye az lett, hogy a tanya vásárlás, de hát ez már nyilván felnőtt fejjel jutottam oda, és aztán indult az, amit elképzeltünk, hogy a kun hagyományok, a magyar hagyományok megelevenítése, és tudjuk, ez a kettő már annyira összeforr, hogy nincs is nagy különbség közötte, de mégis igyekszünk azért a kun lovas hagyományokat, és mindent, ami a hagyományhoz kapcsolódik, megeleveníteni, átélni, megélni, hiszen a mi hagyományőrző, vagy konkrétan az én hagyományőrző tevékenységem, az nem egy ilyen hétvégi elfoglaltság, vagy egy jópofa szórakozás, hanem életforma. Tehát gyakorlatilag olyan körülmények között, és nagyjából olyan formában, hát nyilván a 21. század előnyeit is kihasználva, de úgy élünk, úgy élek, és ez számomra ez egy csodálatos dolog. Azért valljuk be őszintén, 20 évvel ezelőtt még nagyon csodabogárnak számított, amikor felvetett a Nagy Konrádot Huszár Bandériumnak a megalakítását, a lovasi íjászatot, kassai féle lovasi íjászatot idehozta a kisfőszállási tanyára. Azt gondolom, hogy először még úgy nagyon furcsán néztek őre, aztán egyre többen csatlakoztak hagyományőrzőként is, a fiatalok, idősebbek is. Valóban így van, amikor legelőször megjelentünk kaftánban, mindenki lemongoloztak bennünket, meg mindenféle jelzőkkel illettek. A huszársággal ugyanezt átéltük, hogy ennek a 21. században a huszár nincs arra szükség, de hál' Istennek ez, én azt hiszem ebben az Európai Unió egy nagy segítséget adott, mert amikor megindult ez a nagy olvasztó tégely, hogy legyünk egységesek, meg legyünk világpolgárok, meg legyünk európai emberek, akkor így az emberekben hirtelen egy picit felerősödött az, hogy a hagyományaink, ami a miénk, azt próbáljuk megőrizni, úgyhogy egy picit ez is segített abba, hogy valóban elmondhatom, hogy most már a környező településeken is, nem csak Kisújszáson, Karcagon, Túrkevébe, Kunhegyesen is többfele a hagyományok egy kicsit felélénkültek, és egy picit a kunhagyományokra jobban odafigyelünk. És hát a lovasi jászat is azért Kisújszálláson indul, de már Benesanyék is csinálják, sőt, több ilyen kisebb csapat van. Azt gondolom, hogy önön kívül és a szűk családon kívül 20 évvel ezelőtt azért nem nagyon bíztak ebben, hogy ez itt elő fog terjedni a környéken és a kunságban, ez újból elindulhat. Valóban így van, kicsit csodabogarak voltunk, sőt a lovasi jászattal annyira újszerű dolog volt, hogy első időszakban nagyon nehezen indultak a követők, és ma már nagyon sokan vannak. Hát a lovasi jászatban egy pici átrendeződés történt, mert amivel mi is kezdtünk, az úgynevezett kassai lovasi jásziskola, az most már önálló sport tevékenységé fejlődött, mint tudjuk, és egy másik réteg, amit a karcagi hagyományőrzők is, meg mi magunk is teszünk, ami a hagyományőrzésre megy. Tehát nem a sport és a mindenáron több pont lövés a lényeg, hanem inkább az, hogy hogyan tudjuk eredetiben, hogyan tudjuk hitelesen megjeleníteni azt a harcmodort, ami a 9.-13. században is még nagyon ismert és jól ismert harcászat volt.
Azért beszélünk azokról a lovastúrákról is, amelyek a konvilág találkozóhoz kapcsolódóan, vagy kisújszállás jeles évfordulóhoz kapcsolódva több száz kilométerrel indultak. Az első út az melyik volt? Az első út az nagyon nagy út volt, 1995-ben az Altájtól, az Ural lábától végig a magyarok útján, Opusza szerig, tehát az egy 4000 kilométeres út volt, és aztán további követte a pacséri kirajzásra való emléktúra, követte az a szívünk csöcske, ami elmondhatatlan, és olyan élményeket adott számunkra, amit tényleg csak nem tudunk megfogalmazni, tehát, hogy mennyire jó volt az erdélyi emléktúránk, hiszen a végig jöttünk azon az útvonalon, ahol a Radnai Hágótól, ahol feltételezhetően kötönyvezér a kun népet ide vezette a Kárpát-medencébe, az egy elmondhatatlan nagy élmény volt számunkra, de Virág Gedeon emléktúrát is rendeztünk a 48-as huszárok emlékére, ott Prágából jöttünk be Kunszentmiklósig, és hát ez legutóbbi emléktúránk, ami az első világháború áldozatainak emlékére, az kisújszállástól indultunk egészen Ausztriáig, tehát Nagycenknél, az Andaui hídig, tehát az osztrák határig, ahol ugye annak idején a vasfüggönyön megtalálták a rést, ami embereink, és ott menekültek az üldözések elől. A kunkapitányokról is szóljunk egy kicsit, hiszen már 12. kunkapitányt is beiktatták. Ez is egy újfajta kezdeményezés volt, és ez is kisújszállásról indult. Valóban így van, 2000-ben kisújszállásról indult el ez a szép hagyományápolás, hisz tudjuk, hogy a jászok már korábban elkezdték, és hát a kunok is itt csatlakoztunk hozzá, és engem ért az a megtiszteltetőség, akit elsőként választottak. Ezt akkoriban a NHT-t megelőző, a Nagykun hagyományőrző társaságot megelőző Nagykun együttműködési társulás támogatta, és a civil szervezetek kezdeményezésére. Majd volt egy kis holtpont, mert amikor megszűnt a NET, és az NHT még nem alakult meg, akkor mi Györfi Sanyi, Csíkos Sándor és Balogh Marci barátommal egy úgynevezett kapitányok tanácsát alapítottunk, és próbáltuk ezt a 2-3 évet úgy áthidalni, hogy tovább menjen a folyamat, ami sikerült is valójában, majd a megalakult NHT ezt a szárnyai alá vette, és hát azóta rendszeresen az ő szervezésébe tovább zajlik. Most Tóth Lajos barátunk Túrkevéről az éppen hivatalban lévő kapitányunk. Mennyire látja a fiatalok, mennyire kapcsolnak be ezekbe a hagyományőrző munkákba? Hát van egy réteg, aki igen. Sajnos nagyon sok van, aki úgy jó bulinak, meg egy jó fotókedvéért képes odajönni és felülni a lóra, egy jó selfie vagy szörfi, vagy nem tudom, hogy becézik magukat ezek a fiúk, összeállnak innen. Sok ilyen van, de nagyon sok rendes van, aki számunkra rendes, nyilván nem ez az értékmérője egy fiatalnak, de ugye számunkra az a rendes, aki a hagyományok felé odafordul, illetve azoknak az ápolásába sokat tesz, és hát öröm az, hogy amint ahogy említettük is már korábban, hogy nem csak a mi környezetünkben, hanem a környező városokban is alakulnak kisebb csoportok, sőt, amit most nagyon dicséretes, hogy a talpasi jászok Karcagon nagyon-nagyon nagy létszáma és nagyon-nagyon aktívan dolgoznak, aminek külön örülünk és gratulálunk neki. Én ehhez a díjhoz is gratulálok, hiszen úgy tudom, hogy civilként ez a legmagasabb rangú elismerés, amit egy hagyományőrző kaphat. Valóban így van, ez a úgymond hagyományőrzőknek a marsall csillagja, hiszen vannak érdemkeresztek, ami a hagyományőrző munkáért jár, de ez a legmagasabb olyan katonai kitüntetés, amit még civil ember megkaphat, tehát ez az érdemcsillag, és hát ez egy picit már életmű is, egy kicsit viccesen úgy fogalmaztam, hogy valószínűleg ezután már a posztumusz díjak következnek, de tulajdonképpen tényleg több mint 20 év munkája van benne, és hát azt gondolom, hogy a szövetségnek az odafigyelése ebbe nagyon figyelemre méltó, illetve tudjuk azt, hogy minden elismerés jól esik. Sokszor egy köszönöm szépen is jól esik. Tóth Albert tanár úrtól hallottam, hogy amikor az ember kap egy kitüntetést, akkor azt nézi, hogy kitől kapta és miért kapta. Hát én is így voltam vele, hogy büszke vagyok arra, hogy a Huszárszövetségtől ilyen elismerést kaptam, és hát hogy miért kaptam, azt nyilván ők is jobban tudják, de azért való én is sejtem, az a hosszú kitartó munka, ami a mögött van. Mi a következő 20-25 évnek a terve? Tehát gondolom, hogy azért a
a hagyományozást tovább szeretné vinni. A Huszár Bandériummal is ott lesznek minden jeles rendezvényen, de terveznek-e valami nagyobb túrát esetleg, vagy valami nagyobb rendezvényt? Tervezünk, folyamatosan jár az agyunk. Most is úgy volt, amikor végeztünk az első világháborús emléktúrával, azt mondtuk, hogy na ez volt az utolsó. Nem sok időt telt el, amikor már elkezdtük tervezni. Sajnos az ez évit nem tudtuk megvalósítani. Poznanból akartunk egy 56-os emlékmenetet, hiszen tudjuk, hogy az 56-os forradalmi hullám onnan indult el az ottani munkásfelkelésből. Hát sajnos ez idő, energia és anyagi okok miatt ez a dolog nem valósult meg, de hát, hogy mind dolgozunk, azt hadd ne áruljam el, annyit az elmondok, hogy dolgozunk, jövő évre is van egy nagyon-nagyon szép tervünk, kidolgozás alatt van, ígérem, hogy elsőként fogom elmondani, mihez is már látható közelségbe kerül. Aki esetleg kedvet kap ehhez a huszár hagyományőrzéshez, és nem csak szelfizni, ahogy az ön szavait átvegyem, szeretne, az hogyan jelentkezhet, vagy milyen alapismeretek kellenek, tehát mondjuk ne először üljön lovon, azért valami lóbiztonság legyen, tehát mik a feltételek? Egyetlen egy feltétel van, az akarat. Tehát valaki akarjon, és az összes többit mind biztosítjuk, akár itt Karcagon, akár Kisújszálláson, azokban a kis szakmai műhelyekben, ahol zajlik a lovaglás vagy a lovasíjászat. Már az első lépéseket, én minden évben csináljuk ezeket a diák-gyermek táborokat, és már ott az első lépéseket meg lehet szerezni, amikor már lóval barátkoznak, ismerkednek, és utána természetesen mindenki a saját elképzelése szerint annyi időt tud rá, amennyit csak tud rá szánni, fordítson rá, és nagyon komoly szintre el lehet jutni arra a szintre, amikor már tényleg öröm meg élvezet az, amikor egy viseletet magára ölt, és egy picit átszellemülve a kort megidézve, akár lóháton, akár gyalogi ijászatban, akár egy olyan emléktúrában, ugye, ami mi is már jó néhányat csináltunk, tisztelegve a régiósok előtt, akik sokat tettek azért, hogy a Kárpát-medencében a magyarok ilyen helyzetben tudnak ma élni. Akkor én azt kívánom, hogy sok fiatal kövesse az önök példáját, és még sokáig, 20-25 évig ön is vezethesse ezt a nagy Huszár Bandériumot, és sok-sok versenyt kívánunk, és sok emlékezetes túrát. Köszönjük szépen, és tényleg mindenkit szeretettel várunk, akinek érdeklődése van ez iránt. Köszöntöm nézőket, Kunhegyesen vagyunk, a Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László középiskolájában. Almási László nagyúrral beszélgetünk, hiszen egy rendhagyó nap van ma az iskolában. Mi is ez pontosan? Valójában egy rendhagyó napra érkeztünk, hiszen az iskola és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság együttműködési megállapodást fog kötni délután, és ennek az ünnepélyes alkalomnak az esetén úgy döntött az intézmény, hogy egy komplett honvédelmi napot szervez. Éppen jelen pillanatban honvédelmi nap délelőtti rendezvényein, eseményein vagyunk. Itt mellettem egy akadálypályát látunk éppen, amit kipróbáltak a gyerekek, hogy milyen is az, amikor egy kicsit katonásabb módon kell mozogni egy akadályverseny során. Mi a célja ennek az együttműködési megállapodásnak? Nagyon fontos dolog, hogy a honvédelem nemzeti ügy, tehát mindannyiunk felelőssége. Ebből kiindulva természetes dolog az, hogy mindenkinek kell ismerni azt, hogy milyen dolga van a hazavédelmével kapcsolatosan. Ez különösen fontos a középiskolások számára, hiszen ők ma már nem mennek el sorkatonának, a fiatalok nem tudják azt, hogy milyen a sorkatonaság, ezért ez a korosztály intézményekben, iskolákban kaphat arról információt, hogy mi is az a honvédelmi nevelés, mi a hazafiasság, mi a hazafiság eszméje. Szeptembertől fog indulni ez a képzés az iskolában, ez mit fog jelenteni, hogy tanórai keretek között fognak ugyanolyan tantárgyként tanulni a honvédséggel kapcsolatos dolgokról? Tudni kell azt, hogy itt az iskola tanárai fogják tartani ezt a foglalkozást. Tehát azt gondolom, hogy a komplett nevelési oktatási programról, a pedagógiai programjukról őket kellene megkérdezni. Mindenképpen azt tudni kell, hogy a Hadkiegészítés Központi Nyilvántartó Parancsnokság Szolnoki Toborzó Központja támogatni fogja ezt az oktatást. Ez azt jelenti, hogy amikor a katonai alapismeretek választható középiskolai tantárgy keretében olyan dologra van szükség, amihez speciális katonai szakértelem kell, például mondjuk egy fegyverismeret órára, vagy például egy katonai tereptan órára, akkor mi el fogunk ide jönni, és támogatjuk a pedagógusokat abban, hogy a tanórát meg tudják tartani.
természetesen az olyan kérdéseket, mint például a biztonságpolitika, amelyekre föl tudtak ők is készülni, illetve föl tudnak készülni, hiszen a pedagógusok erre a tantárgyra már kaptak egy pedagógus továbbképzést, így nyilvánvalóan fogják tudni tanítani, ezt ők saját keretükben, a saját tanáraikkal meg fogják tudni oldani. Akkor ez most 9. évfolyamtól fog indulni ez a képzés, és ad-e valami plusz végzettséget, vagy valami szakmai elismerést a diákoknak? Mindenki, aki a katonai alapismeretek tantárgyat megtanulja, és ebből érettségizik, az érettségivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre felvételi tantárgyként tanulhat tovább, és nyilvánvalóan, hogyha emelt szinten abszolválja ezt az érettségét, akkor ez azt jelenti, hogy a plusz 50 pont is jár neki, nyilván, hogyha az egyéb feltételeknek is megfelel. Továbbá a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián is előnyt jelent ez a tantárgy tanulása, hiszen a jelenlegi szabályzat szerint az érettségi jegye plusz pontot jelent, ha valaki jeles érettségizik, akkor 5 plusz pontot kap az Altiszti Akadémia felvételén. Van-e felvételi? Ebbe az iskolába erről én nem tudok beszélni, hiszen ahogy mondtam, ezt az iskola igazgatójától kell megkérdezni. Gondolom, hogy ők erre választ fognak adni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Pardi Sándorral, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatójával beszélgettünk arról, hogy miért is csatlakoztak ehhez a programhoz a Kunhegyesi iskolájukkal. Hát mindenképpen azt szeretnénk ezzel a csatlakozással, hogy a választási lehetőséget a diákok részére bővíteni, illetve olyan lehetőséget biztosítani, ahol testi, erkölcsi nevelést kapnak, illetve hát, ha megszeretik ezt a pályát, és akkor szakirányok tudják tovább folytatni a tanulmányokat, akár katonai főiskolán, és akkor valószínű, hogy sokkal egészségesebbek se lesznek, hogy ilyen képzésben részesülnek. Van-e felvételi, vagy bárki, aki szeretne jelentkezni, az jöhet? Én úgy tudom, hogy nincs, a kollégával nem beszéltem, de tudomásom szerint nincs. Minden fiatalt várnak az intézménybe, és lehetőség, választási lehetőség a középiskolában, hogy ezt a szakot válasszák, és érettségizhetnek is ebből a tantárgyból. Itt a megyében, itt a környéken nincs ilyen, tehát gondolom, hogy népszerű lesz a fiatalok körében. Én körbenéztem a térképen, hogy hol található ilyen katonaiskola, és szerencsére 50 km-es körzeten belül nincs, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges dolog lesz ebben a térségben, és pont azok a fiatalok, akik mindig arról álmodtak, hogy katona, rendőr vagy vasutas lesz, most itt a lehetőség is lehet katona. De akkor reméljük, hogy hosszú távú és eredményes lesz ez az együttműködés az iskola és a Magyar Honvédség között. Én bízom benne, maximális támogatással áll a Magyar Honvédség a iskola felé, illetve minden olyan intézmény fel, amely ilyen képzést folytat. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszöntöm nézőinket a csinagóg előtt, beszélgetünk dr. Földik Róbert főrabbióral, aki most Karcagra érkezett. Már gondolom, hogy találkozott a polgármester úrral is, és a városban is volt alkalma egy kicsit szétnézni. Mi a mai látogatás célja? Egyedül egy kis ismerkedés, elsősorban a karcagi hitközséggel. A hitközség azon tagjaival, akik a mazsi hisznek, a közgyűlési tagjai azokkal, ugye van személyes ismeretségem, a többiekkel nincs. És Magyarország főrabbiaként érdekel az, hogy vidéken, a vidéki hitközségek hogy és miként élik meg önön zsidóságukat. És ennek az itteni mai látogatásomnak is alapvetően ez a célja, egy kicsit ismerkedjünk, kicsit megmutassák a karcagiak önmagukat. Úgy, ahogy itt Karcagon már megmutatták a helyieknek, de a zsidó társadalomnak is, hogy ők tulajdonképpen kik és mit csinálnak. Nem tudom, hogy voltam már korábban itt, láttam már belülről a zsinagógát. Még nem ez az első alkalom, hogy Karcagon járok. És polgármester úrral is beszélgettek, gondolom, mint inkább ilyen általános kérdésekről. Polgármester úrral egy nagyon kellemes órát töltöttünk el. Valóban beszélgettünk alapvetően ugye a karcagi hitközség és a város kapcsolatáról, amit valóban mind a két fél egymástól függetlenül, mind a hitközség vezetősége, mind a polgármester úr is nagyon jónak és kölcsönösen gyümölcsözőnek minősített. És aztán a polgármester egy kicsit bemutatta a város történetét, elbeszélgettünk.
Akkor gondolom, hogy ennek még lehet, hogy lesz folytatásának a mai találkozónak, hiszen sok rendezvény szokott itt lenni Karcagon, amire esetleg visszajön. Mennyire látja egyébként a zsinagógák helyzetét? Tehát ez egy viszonylag jó állapotban lévő zsinagóga, de egyébként országos szinten milyen helyzet van? A zsinagógák helyzete nem független a zsidók helyzetétől. Azokban a városokban, településeken, ahol erős hitközség van, ott a zsinagóga nem kérdés. Azokon a településeken, ahol a zsidóságot ugye 70 évvel ezelőtt megtizedelték, és ma már alig vannak talán 2-3-an vagy csak 10-20-an, ott bizony a zsinagógák léte, a fennmaradása is, mint zsinagóga egyáltalán kérdéses. Azt gondolom, hogy ahol olyan hitközség üzemel, amelyik a mostoha körülmények ellenére is, és a mostoha szó alatt a kevés létszámot értem, a mostoha körülmények ellenére is élni akar, meg akar maradni, ott azért egy pici kis remény pislákol. És a mazsihisz mit tud ebben segíteni? Tehát az most ön fölkeresi az országban az érintett hitközségeket, de gondolom, hogy azért nem egyszeri alkalom, hiszen önök sűrűn találkoznak, tehát tudja azért az országos helyzetet. A mazsihisz alapvetően egy dologban tud segíteni, ha valahol valamire anyagi szükség van, akkor anyagi forrásokat megpróbál biztosítani. Emberekre lenne szükség, fiatalokra lenne szükség, de hát ez sajnos nem a mazsihiszen múlik. Tök, én azt gondolom, hogy ez volt a végszó, és köszönjük szépen, és akkor hasznos megbeszélést kívánok a hitközség tagjaival is. Nagyon szépen köszönöm. Csillag Barnabás elnök urral beszélgetünk, hiszen önök látják most vendégül a főrambi urat. Gondolom, hogy azért egy hitközség életében ez egy fontos lépés. Köszöntöm a kedves nézőket. Igen, ez egy fontos lépés, még a karcagi zsinagóga történetében nem volt országos főrabbi jelen közösségünkbe. Nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy országjáró körút kapcsán Karcagra látogat. És mondta, hogy még nem volt bent, és érdeklődéssel várja, hogy belülről milyen a zsinagóga, de arról beszélt, hogy elismeréshez szólt az itt folyó hitközség életről, annak ellenére, hogy kevesen vannak. Igen. Ismeri főrabbi úr a karcagi hitéletet, ismeri a karcagi hitközséget, igaz, hogy nem volt még személyesen Karcagon, azért tájékozódik sajtóból, akkor személyes találkozásaink alkalmával, tehát én mindig beszámolok neki a hitközség életéből. Képben van főrabbi úr, de még nem volt itt a helyszínen. Akkor reméljük, hogy még jobban képbe kerül, hiszen itt azért elmondott néhány dolgot, amiben esetleg a mazsihisz is tud segíteni, akkor én hasznos tanácskozást kívánok önöknek, és akkor lehet, hogy nem először láttuk főrabbi urat Karcagon. Reméljük, még sokszor lesz vendégünk, és köszönöm szépen én is az interjút. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik néhány hét múlva itt a Birkafőző Fesztivál. Ennek apropóján hívtuk meg dr. Csordás László Mátét, akivel egy új egyesület alakulásáról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Csordás László Máté, a Karcagi Birkacsárda Hagyományőrző Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Így a Birkafőző Fesztivál előtt aktuális beszélgetnünk önnel ma arról, hogy megalakult egy új egyesület Karcagon. A Karcagi Birkacsárda Hagyományőrző Egyesület mikor alakultak meg, mit kell erről tudnunk? Ez tavaly történt, 2015. decemberében hoztuk létre 10 fővel az egyesületünket. 2016. februárjában be is egyezték, és mostanában megkezdtük működésünket. Az alcolat kialakítása zajlik, illetve feladatokat most osztottuk el legutóbbi közgyűlésünkön. Miért Karcagi Birkacsárda? Ez szép, hová vezethető, vissza van ennek egy története? Így van, a szocialista rendszerben a budapesti nemzetközi vásár területén működött ez húzamosabb ideig. Erről egy tanulmányt is meg fogunk jelentetni dr. Pintér Zoltán Árpád gimnáziumi történelemtanár segítségével jöhet ez létre. Hát ez az elkövetkező hónapokban várható, ez le fogja írni, hogy mi a Karcagi Birkacsárdának a története.
mi az, amit tudni kell róla, és... Nagy vonalakban mi most ezt megtudhatjuk a kedves tévénézőkkel? Nem szeretném elárulni, mert nagyon érdekes adatok találhatók a bevétel tekintetében is, hogy mire számítottak, hogy sikerült az évek folyamán, hogy bővült a kínálat, illetve hogyan zajlott ott a karcagi vendéglátósok foglalkoztatása. Szóval ez egy olyan dolog, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe. Elérhető lesz majd a készülő weboldalunkon is, illetve nyomtatott formában is. Reményeink szerint már a birkafőző fesztiválon, a saját standunkon megtalálták majd a kedves érdeklődők. Tehát akkor ez hetek kérdése is az egész. Ez hetek kérdése, így van, hogy a 3 hét múlva, ha jól tudom, vagyunk már itt, vagyunk elég közel a birkafőzőhöz. Feszített munka folyik. Mit kell tudnunk erről az egyesületről? Azt mondta, hogy 10 fővel alakultak. Gyakorlatilag mi volt ennek az ötlete, mi a legfőbb célkitűzésük, mit szeretnének majd egyesületem vagy az egyesülettel megvalósítani? Ugye évtizedek óta foglalkozunk ilyen hagyományos tájjellegű ételeknek a készítésével otthon is, illetve édesapám ugye a Birkafőző Fesztiválnak rendszeres résztvevője, az első fesztivál, tehát az elsőtől kezdve. Ugye most a 18. volt, így van, most a 18. Tehát már 18. alkalommal így is fogalmazhatok, ott lesz. És az egyesületünk célja, hogy az ilyen hagyományos tájjellegű ételek elkészítésének módját tovább örökítse, népszerűsítse, fenntartsa. Legyen szó itt a babgulyásról, a marhapörköltről, a birkapörköltről, ugye ez a zászlóshajó, így is fogalmazhatnék. Tehát ez az, ami Karcagot a legjobban beazonosítja. Mindjárt majd beszélünk még az ételekről is, most beszéljünk talán arról, hogy hogyan működik az egyesület. Ugye mondta, hogy most nagy munkában vannak. Mi a kötelező elem egy egyesület működésénél, ebből önök mit valósítanak meg, és mi az a több, amit hozzáadnak? A törvény szerint évente legalább egy közgyűlést kell tartani. Nyilván egy ilyen aktív egyesületnél ez nagyon kevés. Tehát mi arra törekszünk, hogy legalább 2-3 havonta legyen egy közgyűlésünk, ahol mindig számot adunk arról, hogy hol tartunk éppen a folyamatban, az éppen kiosztott feladatokat ki hogyan végezte el, és így orientálódunk, hogy meghatározzuk azokat a célkitűzéseket, amiket ugye, lebontva rövid, közép-hosszú távon, amiket reálisnak tartunk, hogy elérjen az egyesület. Vannak újabb csatlakozók? Jelezték már egyébként többen, hogy érdeklődnek. Egyelőre... Mert ugye még ez nem került nagy nyilvánosság elé, hogy létezik ez az egyesület. Ez egy kicsit szűkebb baráti társaság tagjaiból alakult ki, illetve indult útjára. De terveink között szerepel az is, hogy bővítjük a taglétszámot, ugyanis szükségesnek tartjuk azt, hogy minél többen kivegyék a részüket ennek a szép hagyományápolásnak a kultúrájából gyakorlatilag ez. A tagokat tekintve, korosztályokat nézve, fiatalabbakból áll, vannak idősebbek, rutinosak, jól főzők, mit lehet róla tudnunk? A legfiatalabb talán az öcsém, aki a tagok között szerepel, de tehát mindenféle középkorúak, gondolok itt a gimnázium történelem tanáraira, illetve idősebbek is szerepelnek. Tehát ebben a 10 főben, ebben képviselteti magát gyakorlatilag minden korosztály. Talán legkisebbek azok, akik kimaradnak, de nekik meg kell tanítanunk, hogy mi is ez a hagyományőrzés, és miről is szól. Kritérium, hogy mindenki tudjon főzni ebben az egyesületben? Nem. Ön például tud főzni? Mondjuk birkát tud főzni? Ez egy érdekes történet. Én úgy tartom, hogy nem elég 1-10-100 alkalom, amikor ott van az ember a kondér mellett, ennél sokkal több időt kell ebbe fordítani. Nagyon sokszor segítettem már, és voltam ott édesapámmal, de még nem mondanám azt, hogy önállóan meg tudnék főzni egy birkát. De az évek folyamán ugye erről szól a hagyományőrzés, hogy mindig gyakoroljuk,
mindig ott legyünk, mindig csináljuk. Úgy gondolom, hogy évek kérdés, és meg fogom tanulni. Tehát hagyok magamnak időt arra, hogy alaposan megismerjem a főzésnek minden csínyát, bínyát. Elmondta, hogy rövid távon most ugye az a legfontosabb feladatuk, hogy ezt a kiadványt megjelentessék, illetve a készülő weboldalukra is majd ezt felrakják. Mikor lesz weboldal? Hú, hát a weboldalt is most intézem. A domain foglalás kérdése volt most terítéken a héten. Weboldal. Szerintem júniusban talán elkészül. Tehát akkor a Birkafűző Fesztivál előtt már úgy próbáljuk időzíteni, hogy amikor megjelenünk fizikailag is az első olyan nagyobb rendezvényen, akkor úgymond virágba az Egyesületnek a tevékenysége, tehát akkor lesz jobban megismerhető és mindenki számára nyitott. Tehát ezek a rövid távú tervek. Melyek a középtávú tervek? Középtávú tervek ben azt foglaltatik, hogy eljussunk minél több ilyen kulturális és gasztronómiai fesztiválra az ország területén, ahol tudjuk majd öregbíteni ezt a szép hagyományt. Ezeket hogy képzelik megvalósítani? Ennek egész komoly ugye infrastruktúrális háttere van. Egyelőre az még nem világos, hogy ez hogy fog megvalósulni. Vannak ötletek, tervek. Nyilván vállalkozókat kell majd bevonni, illetve támogatókra tudunk elsősorban alapozni majd. Ez még képlékeny, konkrétumokat még sajnos nem tudok beszélni. Tehát akkor ezt úgy kell majd elképzelnünk, hogy mondjuk felkérnek vállalkozókat, támogatókat, és akkor mondjuk az Egyesület megbíz olyan karcagiakat, akár egyesületi tagokat, hogy mondjuk elmenjenek egy fesztiválra, egy rendezvényre, ahol hagyományos karcagi vagy népi ételeket bemutatnak majd. Itt ugye elsősorban gondolom, hogy önök is a birkapörköltre gondolnak. Így van, ez amint említettem, ez a zászlóshajó, ez az, ami a leghíresebb talán azért ismert Hungarikum. A lényeg az, hogy itt ennek a hátterét meg kell teremteni, azt, hogy oda eljusson az Egyesületnek akár minden tagja, tudjon ott megismerkedni olyan emberek, akik érdeklődnek a téma iránt, a gasztrokultúra iránt, és felhívják a figyelmüket, hogy minden évben megrendezésre kerül a Karcegi Birkafőző Fesztivál, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki egy jó birka ételre vágyik. Milyen ételek szerepelnek még? Gondolom, akkor ez is úgy történt, hogy leültek, ötleteltek, hogy melyek lehetnek még azok az ételek, amelyeket így egy picit a szárnyaik alá vesznek egyesületi szinten. Ennek az étlapnak a kialakítása még nem történt meg. Itt majd a tagok javaslatai alapján fogunk szerintem közgyűlésen erről dönteni. Még ez is a jövő feladata. Gondolom azért itt rajta lesz a Ferdinánd, Karcagi Ferdinánd. A Ferdinánd így van, amit ugye talán már fel is vettek értéktárba, ebben nem vagyok biztos, de kezdeményezték azt, hogy ennek a hagyománya is megőrződjön, illetve próbálják ezt biztosítani. De gondolni kell itt a hagyományos, majd ez ki fog derülni, akkor elárulok egy pár információt a készülő kiadványból. Például volt túrós csusza a régi karcegi birkacsárdában. Azt hiszem, hogy ez volt talán a legolcsóbb, 5 forint volt. De legyen akkor elég ennyi, a többit majd a kiadványból ismerhetik meg a kedves érdeklődők. Ugye június utolsó hétvégén Birkafőző Fesztivál Karcagon hogyan készülnek? Azt tudjuk, ugye az édesapját mindenki ismeri szerintem a városban. Tudjuk, hogy ő nagyon készül, de önök, mint az Egyesület, hogyan készülnek? Mi is szeretnénk saját standot felállítani, tehát ezt ugyanott kell keresni majd, mint ahol a sörpatikát. Itt fogjuk ezeket a kiadványokat majd szétosztani, illetve lehet a tagokkal beszélgetésbe elegyedni, úgyhogy akár valakinek csatlakozási szándéka van, azt is kifejezhet itt, ezt nagyon szívesen felvilágosítjuk arról, hogy hogyan is képzeljük el, illetve tényleg mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres egyesület vezetést kívánunk önnek, és sikeres munkát. Reméljük, hogy minél többen megkeresik majd önöket a fesztiválon 3 hét múlva. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a megszokott csatornákon, és ne felejtjék, hogy akkor is szóljanak, értesítsenek bennünket, hogyha bármi rendkívülit, szokatlant látnak a város utcáin. Mielőtt elbúcsúznék önöktől, szeretném fölhívni a figyelmüket egy hétvégi programra. A Déréni Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár tisztelettel meghívja önt és kedves családját a Paraszt Becsület című opera bemutatójára a Déréni Kulturális Központ földszinti színház termébe. Június 11-én szombaton 19 órától az előadásban közreműködik a Karcagi Szimfonikus Zenekar, Egyesített Vegyeskar, a darab rendezője Bétörök Fruzsina, vezényel Daru Andrea, mindenkit szeretettel várnak. Információk és jegyrendelés a 0659 503 224-es telefonszám 13-as mellékén. Menjenek el, jó szórakozást kívánunk mindenkinek, és a jövő héten pedig mindannyiukat visszavárjuk ide a televízió képernyői elé. Addig is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra a jövő héten!